egyszerre állomásozott egy csapat. Az öcsémet keresem. Maguro Antalt. Ő is köztük szolgál. Állj meg! Izenunga? Ja? Azt hiszem, hogy nincsenek tisztán hősök és gyávák, hanem mindenki hős és mindenki áldozott egy háborúnak egyszer. Hallottál valami hírt? Idefele egy honvéd mondta, hogy Görgei tábornok megadta magát a világosi vádnál. Nem hiszem, pecska. A kokárda kitűzését, azt amióta a filmben játszottam, teljesen máshogy fogom föl. Tehát ez a részvét, és tisztelet. Ugye a Gerilla első nagy játékfilmed, az egy elég szokatlan módon dolgozza fel a 48-as eseményeket. Azaz, hogy aki látta a filmet, az tudja, hogy alapvetően a 48 utáni eseményeket, de ugye a résztvevők, a szereplők ennek nincsenek tudatában, mert ők külső fronton harcoló szabadságharcosok. Miért ezt a megközelítést választottad? Úgy indult ez, hogy az ükapám harcolt a 48-49-es forradalomban, és fennmaradt egy naplóban erről néhány sor. És akkor elkezdett ezt foglalkoztatni, és erről írtam egy sztorit, és tudom, hogy ott volt a világosi fegyverletétel, és ez érdekelt, hogy ha nem is azt az eseményt, de az utána lévő időszakot mutassuk be. Gerilla az egy ilyen kis mikrotörténet, hogyha én ezt jól értelmeztem. Tehát, hogyha rágondolok, hogy március 15, akkor nagyjából mindenkinek ugyanaz jelenik meg, hogy a főváros utcáin diadalmaskodó szabadságharcosokat kaszabolják egymást, fiatalok forradalomban, de ugye a gerilla sokkal inkább egy ilyen kis szeletét mutatja ennek meg. A legkülönbözőbb fajta emberek, akikről mondhatjuk azt, hogy hősök, bátrak, de éppen úgy, hogy gyávák is, amilyen egy normális ember. Tehát valahogy a történelmi eseményekről utólag tételekben beszélünk, és én azt próbáltam valahogy ebben a játékhelyzetben megfilmesíteni, modellezni, hogy itt hétköznapi emberek nem tudják, hogy mi lesz a sors. Te ugye a filmben egy fiatal, a legfiatalabb szereplőt játszod, aki ráadásul kisbabát vár. Hogy tudtál ezzel azonosulni? Annyira iszonyatosan nem állt tőlem távol, de azért ebbe a szituációba, hogy 17 évesen terhesen az erdőben lakni, azért nehéz volt belehelyezkedni, de nagyon, nagyon nagy élmény. Most már idősebb vagyok, mint Ilonka volt, ő 17, de mégis van olyan ismerősöm, vagy tehát, hogy azonosulni tudok olyan emberekkel szerintem, akik ilyen fiatalon szinte azért ennyire fiatalon nem, de hogy vállalnak gyereket, és szerintem amúgy ez egy jó dolog tud lenni, nagyon főleg anya-lánya viszonyokban. Én nagyon azt látom, hogy nagyon-nagyon jó kapcsolat van fiatal anyák és a lányaik között. Ilonkát vagy Annát tartott szabadabb embernek? Magamat tartom szabadabbnak, mert most egy olyan korban élek, amikor sokkal több lehetőségem van, és sokkal szabadabb vagyok. Ilonka ugye a szabadságharcosokkal volt, és ebben van is egy tök érdekes paradoxon igazából, hogy ők a szabadságharcot vívták, de ebben a filmben ők ott az erdőben iszonyatosan be voltak zárva. Ilonka nem a legtipikusabb szabadságharcos. Ő nem annyira a szabadság miatt van ott, bár az is nagyon erősen jelen van, hanem a szerelme miatt. De igazából a szerelmével való tartás az egyik legnagyobb dolog, amit döntést meg tud hozni, és amihez szabadnak kell lenni. De szerinted egy mai 18 éves is ennyire tudna ragaszkodó lenni valakihez? Meg ennyire tudna valaki után ennyire hűen kötődni? Szerintem igen. Tehát, hogyha ha van halhatatlan dolog, ami azóta nem változott, akkor szerintem az ez, hogy amikor nagyon szeretek valakit, akkor én például egy olyan ember vagyok, hogy így tényleg bárhová követem, és ezért is szerettem nagyon a szerepet egyébként, mert ez ilyen szempontból. Igen. És bárhova követnéd? Persze. Szerinted a te generációd, ugye nagyon sok kritika értiteket, hogy
rólatok mindenki lemondott, ti már itt nem tudtok összefogni, közös eszméket felállítani. Így látod te is? Egyrésztről én is hittem ebben, és egy nagyon érdekes élmény volt nekem most konkrétan a klímatüntetésen, amikor voltam kint Páron. A mennyisége az embereknek, és az, hogy mindenki szinte az én korosztályomból volt ott, és tényleg nagyon sokan is, és mindenki ugyanazért a célért. De mi fogott meg benneteket ennyire ebbe a témába? Hát az, hogy ez igazából ennek a generációnak a jövője, tehát ez nagyon magától értetődő kérdés, és mindenki érzi. Szokták mondani, hogy ez az, amiben más ez a generáció, hogy nekünk már a tudatunkban benne van ez az egész, és ez már a mi jövőnkben benne van, és nem tudunk vele nem gondolkodni. Boldog vagyok, amikor fiatalokkal együtt valamilyen kulturális élménynek vagyok a része. Ez mondjuk akár az én generációmnál lehet a filmeknek, könyveknek a világa, de másrésztről én mondjuk színházba járni is nagyon-nagyon szeretek, koncertekre. És ezek a fesztivál közösségek, amik kialakulnak, szerintem ezek is kicsit így a generációra jellemzőek. Tud szerinted a generációd döntéseket hozni? Kérdés, hogy mit nevezünk döntéshozásnak, mert most pont én egy olyan évben vagyok, amikor olyan döntéseket hozok meg, amik látszólag az enyémeim, én most érettségizek, és de gyakorlatilag így minden embernek meg kell hozni ugyanezeket a döntéseket, és az például, hogy érettségi után az ember menjen egyetemre, ez egy olyan döntés, hogy elvileg én hozom meg, de gyakorlatilag ez ilyen nem is konkrét elvárás, de hogy mivel így döntenek a körülöttem lévő emberek, ez egy ilyen nem tudom, szokás döntés, és nem igazán szabad. De hogy szerintem tudunk. Tehát, hogyha ezekre elgondolkodunk, és látjuk, hogy mi az, ami nekünk jó, akkor meg tudunk hozni komoly döntéseket. Miért mondják szerinted azt a ti generációtokra, hogy olyan hecskék vagytok, hogy ezt a szót használjam, hogy valami nem tetszik, és elsétáltok. Legalábbis egy kívülről ez így jön le. Te is így látod? Én is olyan vagyok szerintem, hogy van egy nagyon erős képem arról, hogy nekem mi az, ami jó, vagy amire most éppen szükségem van, és talán ez a képesség, ez akár lehet egy nagyon jó képesség is egyébként, hogy tudni, hogy mi az, ami jó az embernek, és hogyha valami nem jó, akkor igen, sok olyan szituáció lehet, amikor egyszerűen elsétálunk. Talán lehet, hogy pont attól, hogy itt van ez a jövőnknek a kérdőjelessége. Ez talán átalakítja kicsit ezt a közös tudatot. Ha neked azt mondom, hogy március 15-e, akkor előtted így mi jelenik meg? A kokárda kitűzését, azt amióta a filmben játszottam, teljesen máshogy fogom föl. Tehát ez a részvét és tisztelet. Ez talán az, ami bennem így megmaradt most arra. Előtte meg valami ilyesmi volt, igen, hogy ja, forradalom, ilyen buli és hősök. És most meg egy sokkal komolyabb képen van szerintem erről, így a film után. Ilonka felnőttebb volt, szerinted, mint Anna? Megszülni egy gyereket, szerintem az ahhoz fel kell nőni, akár közben. És az, hogy ő pedig ráadásul a szülésétől pár napra elveszíti a férjét, aki egész eddig gondoskodott róla, és ott van egy olyan szituációban, hogy egyedül van a gyerekkel. Tehát egy ilyen szituációban muszáj felnőni. Én ilyen szituációban szerintem még nem voltam életemben, szóval ilyen szempontból a film végén Ilonka felnőttebb, mint én. Büszke vagyok rátok. És az egész ország büszke rátok.